Köszönöm szépen, szervusztok! Ma Magyarországon azt gondolom, hogy nem kell nekünk nagyon sokat vitatkozni azon, hogy mi a helyzet. Egy olyan régióban vagyunk, ahol bár azt mondhatnánk keletről, hogy ez egy dunántúli régió, és a Dunántúl az mindig is előrébb tartott, mindig is fejlettebb volt, mindig is jobbak voltak az anyagi lehetőségek, ez egy kb. 10-15 évvel ezelőtti állapotot feltételez. Már ott tartunk, hogy Magyarország Európától leszakad, és ott tartunk, hogy Magyarország szétszakad. Olyan jövedelem különbségek alakultak ki Magyarországon, amelyek fenntarthatatlanná teszik Magyarország versenyképességét, de ami ennél fontosabb, élhetetlenné teszik több millió embernek a hétköznapját. Amikor a Magyar Szocialista Párt szeptemberben megfogalmazta a fizetésemelés követelését, akkor pontosan látszott, hogy egy 2 éves költségvetés elfogadásával a kormány érdemben nem akar tárgyalni az érdekképviseletekkel. Tegnapi napon ez világossá vált. Bizonyára láttátok ti is, bértárgyalások első fordulója. Nincs ma Magyarországon olyan gazdasági, társadalmi elemző, Bot Péter Ákos, Surányi György, hogy most két végletet mondjak, aki ne értene abban egyet, hogy a fizetésemelés elvárandó a magyar gazdaság növekedése és a magyar társadalmi jólét emelések érdekében. Van 700 ezer ember Magyarországon, aki a közszolgálatában áll nap mint nap. És majd itt a megyei elnök barátaim el fogják mondani, hogy a saját megyéjükben milyen számok vannak. De az, ami az egészségügyben, az egészségügyi ápoló, vagy akár egy beteghordó, hogy az oktatásban az a fizikai munkát végző ember, aki működteti az iskola napi működését, hogy az a közigazgatásban dolgozó előadó, aki nap mint nap kezeli az állampolgárok jogos felvetését vagy problémáját, azok nem keresnek európai átlagban 200 eurót. Ezzel a jövedelemmel nem lehet megélni, nap mint nap prioritást állítanak föl, döntenek arról, mit fizessenek ki, melyik számlát fizessék ki, a gyereknek legyen cipő, vagy a gyereknek legyen befizetve az étkezés. Elképesztő az a küzdelem, amit ez a társadalmi csoport folytat. És hogy a számok nyelvén is mondjak néhány adatot, ami országos átlag. Ma Magyarországon a közszférában dolgozó nettó 100 ezer forinttal keresnek kevesebbet, mint a reálszférában dolgozó. Minden egyes közgazdász pontosan tudja, hogy a közszféra béremelése, fizetésemelése, az magával vonza a reál gazdaságban is a fizetések növekedését. Sok vita volt arról, hogy valójában egyszerre akarunk-e beszélni a közszférában dolgozók fizetéséről, és mellette a reálszférában dolgozók fizetéséről. Ha a társadalom döntő többsége naponta prioritással él, akkor nekünk is el kell dönteni. Nem lehet mindent. Világossá kell váljék, hogy a Szocialista Párt nem fogadja el azt a jövedelem különbséget, amely ma szétszakítja Magyarországot, miközben az urizálás, az új feudalizmus napi elemeit látjuk, ahol van 3 milliárd forint arra, hogy valaki télen is fűtött focipályán focizzanak, ahol van arra pénz, hogy akár futball csapatot vásároljunk, ahol van arra pénz, hogy biznisz ingatlanokat, zongorákat, meg beruházásokat eszközöljön presztízs kérdésként, ha csak más nem említsenek a miniszterelnök várta való költözése. Ha erre van pénz, ha Matolcsi György jegybankelnök, aki még arra sem méltatja az országgyűlést, hogy a tegnapi napon a saját törvényéhez kötődően ő végigülje, és van nála 350 milliárd olyan forint, amely a költségvetést illeti, akkor nem arcpirító, és nem gyalázat, és nem szégyen, hogy a Fidesz kihátrál, majdnem csúnyát mondtam, kihátrál a gyermekéhez és felszámolásához benyújtott 8 párti javaslat mögül, amely írt és közel
60 milliárd forintjába kerülne, hogy minden gyermek Magyarországon az év 365 napján napi háromszor ehessen. Erről beszélünk. Ha komolyan gondoljuk, hogy az elvándorlás, ha komolyan gondoljuk, hogy a pálya elhagyás, az valójában kiüresíti a következő generációnak a lehetőségét, akkor azt kell mondanom, hogy tudomásul kell vegyük, hogy mivel lehet versenyezni. Hát a fizetéssel. Ha lefordítjuk euróra, hogy mondjuk lehet-e 700 eurót keresni a közszolgálatban, akkor már meg fogja gondolni egy fiatal, hogy vajon elmegye 900-ért vagy 1000 euróért dolgozni a határainkon túlra, ahol nincs a családja, ahol nincsenek a barátai, ahol nem ott tud családot alapítani, pedig szeretne. A legjobb politika e tekintetben nem hazaváró programoknak a 50 milliós projektje, amiből, ha jól tudom, éppen 11-12 fiatal bírtak hazahozni, hanem adni kell fizetésemelést. Ezért arra kérek mindenkit, hogy nem azért, mert ez egy politikai feladat, hanem azért, mert baloldaliként így érezzük. Aki nem, az nyugodtan ne beszéljen róla. De aki ma Magyarországon baloldaliként gondolkodik, az nem mehet el szó nélkül amellett, hogy ez a jövedelem különbség, ez valójában a társadalmi igazságtalanságnak a konzerválása. Mert emögött valójában a tudáshoz való hozzáférésnek a korlátozása van, ezt is pontosan látjátok. Emögött az egészségügyhöz való hozzáférésnek a korlátozása van. Emögött a nyugdíjas ellátó rendszernek a teljes kiüresítése zajlik. Az elmúlt 4 évben 769 milliárd forintot vontak ki a nyugdíjellátásba. Nem pénzt vittek el, az érintettek körét kezdték el radikálisan csökkenteni. Ebben a helyzetben nekünk vagy ez az útunk van, vagy eldönthetjük azt, hogy mi is foglalkozunk olyan kérdésekkel, amely a kormány meghatároz. Számomra azok a elemzések, amelyek megjelentek az elmúlt egy hónapban a bizonyíték arra, hogy Magyarország jövőjét a leszakadással szemben a felzárkózás stratégiáját, az csak a fizetésemelés köré lehet szervezni. Tudomásul kell vegyük. Nincs olyan jövő Magyarország számára, amelyben a megélhetés, a munka becsülete, a munka értéke és annak megbecsülése nem csak anyagi, hanem társadalmi vonatkozásban is. Az értékteremtő munka elismerése emelheti föl a nemzetet. Ehhez, ha minőséget akarunk elvárni, akkor olyan fizetést kell tudni biztosítani. És végezetül, mert hogy mindig ez is előkerül a regionális értekezeteken, hogy foglalkozzunk adókérdéssel, foglalkozzunk a munkaadókra járuló terhekkel, teljes mértékben egyetértek. 42%-kal nőtt a bruttó minimálbér az elmúlt 5 év alatt. És összesen 14%-kal nőtt a nettó minimálbér. A kettő közötti különbözetet valakinek ki kellett fizetnie. Ki fizeti ki? Az a munkaadó, aki azt mondta éppen tegnap a bértárgyaláson, hogy addig, amíg ilyen adóék van a jövedelmeken, a munkaadók oldalán, addig ő nem tud beszélni a minimálbér emelésről. Hát tudomásul kell vegye a kormány, hogy annak a világnak, hogy egy rossz jövedelem elosztási rendszerrel, mint az egykulcsos adóval, amit ő azért tartott fönt, hogy a számára fontos társadalmi csoportokat, azt a 10-15%-ot, az kedvezményekben pozícionálja, eközben a társadalom döntő többsége, aki munkával rendelkezik, az ma dolgozói szegény, csak hogy egymás között magyarul, az azt jelenti, hogy dolgozik és mégsem él meg, és adósságot halmoz föl hónapról hónapra. Hát aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, és aki azt gondolja, hogy ez pusztán matematikai képletek kérdése, akkor szeretném mondani, hogy nagyon nagy baj van. Akkor nagyon nagy baj van. Lehet, hogy a következő kormány, amely baloldali kormány kell legyen,
nem lesz annyi tisztér, nem lesz annyi út, nem lesz annyi munkahely teremtő beruházás támogatása a multinacionális vállalatoknak, de lesz fizetésemelés. Mert csak úgy lehet elvárni, hogy magasabb értékű munkát adjanak az emberek. Legutóbbi napokban találkoztam egy óvodai dolgozóval, aki tanús. 20 éve dolgozik. 20 éve segíti az óvónők munkáját. Az óvónőknek lett fizetésemelés. Nem is kevés, vagy fordultó 60 ezer forint. Neki mai napig 72 ezer forint a fizetése. 20 év munka után élő ember. Elfogadhatjuk? Nem. Kell rajta változtatni? Kell. Erről szól a fizetésemelés. Köszönöm szépen.